Dr. Adányi József, a József András Oktatókórház urológiai osztályának osztályvezető főorvosa mutatta be az intézmény legújabb eszközeit. A 15 millió forint értékű, karbonszálas elemeket is tartalmazó, széles tartományban állítható műtőasztal a lehető legnagyobb 450 kg teherbírású. Ez az eszköz valamennyi urológiai beavatkozásra alkalmas. Ez az 50 millió forint értékű C-karú röntgen készülék pedig az országban egyedülálló műszer az urológiai állátás terén. A 30x30 cm-es FLET detektorral felszerelt eszköz a legmagasabb teljesítményű röntgen berendezés, amely nagy felbontású tűéles képet ad. Ezen engedhetetlen a létfontosságú endoszkópos, paparoszkópos beavatkozások során. Fontos, hogy a műszer magas teljesítménye ellenére alacsony sugárterhelés jelent mind a betegeknek, mind pedig a dolgozóknak. Ez az új készülék, illetve készülékek biztosítják számunkra azt, hogy az urológiai beavatkozások a legmodernebben, a legnagyobb szinten és a legprecisebben tudjanak végbe menni. Gyakorlatilag ez az új készülék a legapróbb kis követ, gyakorlatilag méz tartalom nélküli kis apró köveket is meg tud mutatni a vesüreg rendszerében, és műtét során ez elengedhetetlen ahhoz, hogy maradéktalan kőeltávolítás történjen például, és sérülésmentesen tudjunk egy beavatkozást véghez vinni, hogy a legnagyobb sikerrátával tudjuk megcsinálni ezeket a műtéteket. A József András Kórház urológiai osztálya eddig is kiemelkedő volt az országban, az új készülékek pedig a további hatékony betegellátást segítik. Szakmailag előre tudunk lépni ezzel is. Most itt olyan új, akár műtéti eljárásokat tudnak bevezetni a kollégáim, amelyek biztosítják azt, hogy a beteg rendben legyen, ők is fejlődjenek, és maga az egész intézmény hát hírnevét is öregbítsék. A megyében a József András Kórházban működik az egyetlen urológiai osztály, így évente közel 30-40 ezer járó beteget és 3-4 ezer fekvő beteget kezelnek itt.